Sziasztok, Toma Juhász vagyok, és most a legutóbbi epizódomat picit kiegészítem, plusz még hozzáteszem nektek azt is, hogy a fóráznak a tartása, illetve hogy milyen típusú fóráz ajánlok én kiképzéshez. Na most, kezdjük ott, hogy nagyon sokan látják ezeket a multifunkcionális fórázokat. Tehát ugye a több funkcionális fórázokról beszélek, és ugye ezeken van többfajta karabiner, ez ugye... Hé! Kisasszony! Üljön vissza a helyére! Köszönöm szépen! Megmutatom, mi a helyes fóráz. Ez egy egyszerű fóráz. Egy karabiner a végén, és egy fogó a végén. Fogom a fórázt, ezt a részét így megfogom, félbehajtom, de akár félbehajtottam még egyszer, hogyha nekem a kényelmesebb. Miért van ez? Nagyon egyszerűen, ugye? Azért van ez, miután a kutyának meg kell tanulnia, hogy ő bal lábnál menjen, és nem léphet túl egy síkot. Tehát ő neki, az azért van meg ez a táv, ez a rövid táv, mert amikor a kutya túllép, akkor én rántok rajta. Most nem azt kell elképzelni, hogy teljes erőmből oda rántom, mert azzal aztán teljesen el fogom mondani az egészet, hanem így van a kutya lábnál, és ugye azért van ez a félbehajtási módszer, hogyha így lenne, akkor ugye a kutya bár futessen, futess, így erőre szaradna. Na most ehhez, ilyen szituációban, igazodik bele. Ebben a szituációban, hogy én fogom ezzel a szuper technikával, Django! Futás! Futás! Hoppá! Kutya nem tud tovább meg. Na vajon miért? Django! Nem? Mondom, hogy láb! És elindulok, a póráz megfeszül. De a kutya nem lépi túl. Mert tudja. Láb! És láb, 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 láb. Amikor megállunk, a kutya automatikusan ugye le kell, hogy üljön. Múltkor Zarán nem tudtam rendesen megmutatni, most megmutatom nektek, hogy hogyan ültessük le mondjuk egy zebránál, vagy amikor megállunk. Megyünk, láb! És amikor megállunk, nem is kell mondani, de mondd egy kis ült, húzzuk fel a porrázt, nem kell erősen, és egy picit lenyomjuk a forrát. És megy a dicsére. Okos. Mutatom még egyszer. Ül. Nagyon ügyes vagy, ugye? Ugye? Jó, oké, ez azt jelenti, hogy igen. Így vagyunk, ugye azért is fontos ez a fajta póráztartás, hogy nem is túl hosszú, nem karabineres, meg mit tudom én. Mert ugye egy kézben van teljesen, és ugye ez a kezem szabad maradt. Tehát én mindig tudom őt jutalmazni. Most nincs rá van, hogy nem van, mindig van nálam a kutyás vagyok. Igazodik. Gyere, de és akkor a trükkös módszerrel, amikor megyünk, és lábnál csalogatjuk, láb, és hogy anélkül lenyomnák a farát, ül, és így betrükközzük. Jaj, de okos. Kis menhelyi kutya. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videómat is, és nagyon remélem, hogy hasznotokra vár. Én annyira kérlek titeket, hogy munkásságomat én itt folytathassam a csapatommal, hogy tegyétek fel, hogy feliratkoztok YouTube-ra és Facebook-ra, és most már van Instagram is, amit a linkbe megtaláltok. Folyamatosan fogok felrakni a kutyáimmal meg a csapatommal a képeket, illetve mindenkinek boldog új évet és boldog karácsonyt kívánok, és jövőre folytatjuk.